40-50%-osra becsülik a tavaszi fagyok miatti termés kiesést a cseresznyénél, hozzátéve, hogy az elmúlt hetek nagy esőzései miatt sok érett gyümölcs megrepedezett. Nagyon érdekes az országos helyzet, nagyon változó. A fagyok azért jelentősen befolyásolják a termés, az idei magyar termésnek a mennyiségét. Azt kell mondanom, hogy Nagykörül egy nagyon ideális termőhely, és ez a idén is bebizonyosodott. Nagyon hosszú virágzás volt, de a virágzásban végig az átlag, sok évi átlagnál alacsonyabb hőmérséklet volt, és nagyon nehezen porosztak a méhek, leginkább ez, ami befolyásolja az ideit. De Nagykörülben most, hogy a kezdeti ijegység után úgy látjuk, hogy egy megfelelő termés lesz. Ez a megfelelő azért változó. Nagyon érdekes volt, hogy egymástól egész közel lévő fák között is hatalmas különbség tud lenni. Ahol most állunk, ez egy karmen ültetvény, ez kimondott jó kötésnek számít. Én úgy satszolom, hogy a termés 50-60%-os lesz az idén Nagykörülben. Magyarországon mintegy 2700 hektáron termesztenek cseresznyét, területi eloszlásban térségünkben kiemelkedik Nagykörű. Van egy saját fajtánk, pár évvel ezelőtt megkapta a tájfajta minősítést a Nagykörűi Germensdorfi, Nagykörűi ropogós néven. Ez egy nagyon jó fajta, nem is csoda, hiszen több mint 100 éve ide idomul a genetikája. Ez egy helyben kialakult Germensdorfihoz hasonló, de önálló fajta. Ez nagyon jól bírja a fagyot is, és a tavalyi asszályban is láttam ezeken a fákon 30 millis méretű cseresznyét. Mai napig is ez a ültetvénynek a 80%-a. Amint mondtam az előbb, ahol állunk, ez a Carmen fajta van följövőben, a koraisága és a mérete miatt nagyon kedvelt a termelők körében. Most már ez a Carmen is jelentős helyet foglal el a nagykörűi összetételben. Körülbelül egy 20% lehet, a maradék 5-10% pedig az egyéb fajták, az egyéb újabb, illetve régi fajták. Az EU csatlakozás utáni pár évben megszüntetett fajta kísérletek, valamint kataszteri rendszer miatt nem kontrollálható, hogy adott helyre megfelelő gyümölcsfajokat és fajtákat telepítsenek, és így a megfelelő gazdasági és technológiai javaslatok is hiányoznak. Külföldre csak minimális jut a gyümölcsből, ez is leginkább magánúton, tehát szervezett export már nem lehetséges, ennek több oka van. Ez egy szakmai összetett kérdés, ezt nem akarnám itt elemezni. Ugyanakkor a nagykörűi cseresznye tavaly évben eredetvédelmet kapott, és dolgozunk egy közel két évtizede azon, hogy kialakítsuk ennek a 150 éves nagykörűi cseresznye termesztésnek a brendjét, a divatját, és rendezvényekkel különböző akciókkal azért próbáljuk népszerűsíteni, ami nem is sikertelen. És a tavaly előtti év azt nem tudjuk alapul venni, tehát a száj és a méret probléma miatt nagyon nehéz volt a megfelelő értékesítés. Sok is volt az országban, az ár is alacsony volt. A lényeg, hogy az idén egy egészen más évre számítunk. Úgy néz ki, hogy a kevesebb is van az országban, illetve hogy a minősége lényegesen jobb lesz, mint a tavalyi években. Úgyhogy a kereslet elég izgalmasnak mutatkozik, és egy sokkal jobb évre számítunk az idei évben. A hazai gyümölcsnemesítési szakma leépült. A fiatalok számára nem nyújt perspektívát. Nagy részük elhagyta a pályát, fogalmaztak megjegyezve. A magyar gazdák alapvetően arra kényszerültek, hogy külföldi, főleg mediterrán fajtákat hozzanak be. Azonban már annyira megváltozott az időjárás, hogy nem csak a meleg teleket, hanem akár 10 napon belül jelentkező 15 és mínusz 10 Celsius fok közötti különbségeket is bírniuk kellene a fajtáknak, de a jelenleg általánosan alkalmazottak arra nem képesek. A sok eső és az érő gyümölcsöknél repedezéshez vezethet, és növelheti a növényvédelmi költségeket is, amely ellen segítséget nyújthat a fóliával fedett háló. Ennek állami támogatását megfontolandónak tartja a NAK, kiemelve, hogy a termelés biztonsága lényegesen emelhető az intenzív, jég- és esővédő fóliával takart ültetvényeken, de ezek beruházási költsége magas. Szakmailag indokolt lehet az új ültetvényeken a speciális rovarvédőháló felszerelése is, ami tovább drágíthatja a beruházásokat.